Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading Cards Hon, a mai videóban pedig ezzel a trollos Dreamworks-ös Tops matricás albummal megyünk tovább, hiszen tök friss dologról van szó, nem régiben lehet kapni az újságosoknál, illetve a hipermarketekben, ott tudjátok keresni a csomagokkal együtt, úgyhogy be is vásároltam, vettem egy matricás albumot, illetve kettő csomagot hozzá, úgymond ha nincsen starter pak, majd én csinálok, Úgyhogy van csomagunk is, van albumunk is. Nézzük is, hogy mit kapunk. Így elsőre, ami feltűnhet, hogy nem magyar. Nekem ez nagyon, úgymond fájó, mert gyerekeknek készült. Látszik, hogy a film, ugye ez a filmnek a második része, folytatása, tök jó vicces kis animációs film, viszont nem magyar, és hát elsősorban gyerekeknek készül, azért ezt nem nagyon értem, hogy miért nem lehetett Lemagyarosítani, csak így mutatok pár példát. Végig angolul van. Mondhatnátok, hogy oké, okay, persze, gyártás, meg minden, de nem, mert nézzétek, hufba van rajta a forint, és itt sikerült magyarul ráírni, hogy kiadja a TOPS stb. Tehát ez az magyar felirat rajta hogy kiadja, tehát külön nyomtatásba került, hogy ez bizony ide Magyarországra fog érkezni, ugyanígy lesz majd, látjátok, fémdoboz, még minden kártya is szinte azoknál se foglalkoznak a fordítással. Nekem furcsa, picit, főleg szomorú, inkább a gyerekek miatt sajnálom, de nézzük már az albumot, mert amúgy jó a cucc, tehát nincs vele gond, kapunk kezdő matricát végén, is van négy darab, majd azt is megnézzük, itt a számozás a hátulján, jól néz ki, minőségre is rendben van, szerintem a film eseményét fogja végigkövetni, Ez tudja, hogy itt csillogós lesz, ha nyitunk majd, akkor mindenképpen beragasztom, van egy négyes matrica, tök jól néz ki. Itt is megyünk szépen tovább, welcome, meg minden üdvözlünk. Queen, itt karakterekről is van szó, tök jó. Kicsit homály a kép, nem tudom, látjátok-e. Olyan... Na mindegy, megkérdőjelezendő. De így minőségre nem rossz. Kíváncsi vagyok, hogy így lesz-e benne valami játék, ami Panini albumoknál, Pó Petrolnál szokott lenni. Azt itt meg tudjátok jobb felsőben nézni. Az egy nagyon ötletes, jó kis album volt. Egyenlőre itt csak matricák vannak. Nem mintha ez annyira rossz lenne. Rock, techno, új karakterek is vannak, ugye. Country Western, új világokba látogatnak el. Funk, klasszika, hip-hop, takeover, Tök jó amúgy. World Records. És nagyjából ennyi. Van egy színező átúján. Oké. Okay. Ez mondjuk jó. Ez kell. Itt a négy matrica. Tehát hat matricával kezdjük el. Az mondjuk elég király. De semmilyen játékot nem találtam. Ez így kicsit bénának találom, őszintén szóval nem akarok itt túlozni, nincsen kinyitható poszter a közepén, azért egy gyerek albumot felszokta dobni ilyenekkel. Nézzük, hogy néz ki a csillogós matrica, én azt mondom, ezeket majd kiszedem, a szépen beragazgatom, óvatosnak kell lenni, hogy kitépjük itt a dolgokat a közepén. Anyagra jó minőség, nincs, belegond. 650 forint kibírható összeg, ez már átlagosnak mondható. A starterpak hiányát sajnálom. De panini sincs mindig starter pak, legalábbis Magyarországon. Nézzük akkor a csomagot. Sima design, 7 matrica, az mondjuk egészen korrekt, baráti. Ott a nagy csillogós, ez mondjuk király, hogy mekkora az a csillogós. Jó ég, tök jó. Na, ez korrekt, 39-es, tuti, hogy megy be az albumban. Nézzük a többit, ezek kisebb matricák lesznek. Rock, piros szélű, kicsit különleges. Na hogy különleges, te jó ég! Most nyúltam hozzá, úristen, majdnem eldobtam, annyira meglepődtem. Megpróbálom megmutatni. Azt figyeljétek. Ott, ott, ott látszódik. Ez ilyen puha, plüssös tapintású a matrica. Na ilyet még hasonló se láttam. Elképesztően jó 3D-s plüssös matricáról van szó. Megpróbálom így, hogy a fókusz is megtalálja, bár nem igazán akarja. Remélem azért nagyjából látjátok. Még a fény se törik meg rajta. Új, de jó. Nagyon király. Na, ez is megy be az albumba. Ilyenek kellenek. Tök jó. Ennek örülök. ezt tetszik. Tops. Nézzük a következő csillagóst. Csú, ez is jó. Rock. Megy ide. Természetesen dobjuk be az albumba. Még egy plussos új ide jó, hangszerek. Na ez nagyon feldobja az albumot, ez tök jó. Jó érzés simogatni, esküszöm. Menjünk tovább, nagyon meg vagyok lepve. Klasszikus kis matricák, teljesen rendben vannak, ezek is mennek majd be. Nézzük a csillogóst, 92. oldal. Hopp, kicsit előre lapoztam. Azt mondja, azt mondja, a 92, oda való. Ja, látszik is, hogy nagyobb amúgy. Oké. Okay. Ó, de jó sikerült. Nagyon király. Szépek, amúgy szépek. Ezek a maticák is, az album is. Valakit nem érdekel annyira ez a játék, meg színező, meg izé, mindenféle tudsz, akkor tök jó az az album is. Magyar felirata szerintem sok mindenkit érdekelt volna, de hát mindegy, túl kell tenni magunkat rajta. Szépek a csillogósak egyébként, klasszikus kis mini csillogás minta van benne, de ez, ezt egyáltalán nem mondanám hétköznapinak. Nézzük, hogy néz ki. Ha beragasztjuk, 78-as lesz, semmi megkülönböztetés nincs. Az égvilágon semmi megkülönböztetés nincs, hogy ez valamilyen más lenne. Ú, de vastag. Megy be óvatosan. Ajde jó. Nagyon király. Nagyon-nagyon rendben van. Oké. Okay. Már emiatt érdemes venni egy-két csomagot, kipróbálni, hogy milyen. Nem tudom, hogy a történelem során így a matricák közül volt-e valahogy ilyen. Megoldás. Ez elképesztő kreatívságra utal, meg hát a gyártás is azért meg kell szervezni, hogy ez ilyen legyen, így nézzen ki. Nagyon király. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis trollok album. Kártyát nem tudom, hogy lesz a Magyarországon. Magyar feliratos album szinte biztos, hogy nem. Minden esetre nem tűnik rossznak. Árba jó, hét van egy csomagba, abban mindegyikben volt egy-egy különleges és egy-egy csillogós, úgyhogy tök jó. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg, mert rengeteg minden jön, ha nem borítom fel az albumot. Addig is majd találkozunk a következő videóban. Sziasztok!